Jovica Gyukics reméli, hogy az év végéig újabb pénzeszközök érkeznek, amiből törleszthetik az építővállalatok iránti tartozást. A köztársasági kormánnyal közösen vettük fel a 2 milliárd 300 millió dináros hitelt a hiány fedezésére. Ennek 40%-át a köztársaság törleszti, a többit pedig a tartomány és az önkormányzatok. A parlament a januártól szeptemberig terjedő időszak, tehát a 9 havi költségvetési elszámolást vitatta meg. Az ellenzéki képviselők felrótták, hogy a büdzsében mutatkozó többletet a kormányzat kampánycélokra kívánja fordítani. Szó sincs itt tervezésről. Egyrészt szemmel látható a szegénység, éhezők is vannak, másrészt viszont költségvetési többletet mutatnak ki. A tartomány rendelkezésére álló pénzeszközök azok úgy lettek elküldve, ahogy azt a törvény megszabja. De viszont ugyanakkor rámutat ez a dokumentum arra, hogy Vajdaság nem kapja meg azt a pénzt, ami őt megilleti. A parlament a tehetséggondozó gimnáziumok után újabb középiskolák alapítói jogainak egy részét ruházta át a Magyar Nemzeti Tanácsra. A Zentai gimnáziumról van szó, a Zentai közgazdasági középiskoláról, az egészségügyi középiskoláról, az Adai műszaki középiskoláról, a Topolyai mezőgazdasági középiskoláról és a Kanizsai Beszédes József mezőgazdasági műszaki középiskoláról. A tartomány területrendezési tervét is most vitatták meg a képviselők. A stratégiai jelentőségű okmányra Vajdaság 33 évet várt. Ezt már az illetékes titkár mondta. A terv szerbiai és európai régióként kezeli Vajdaságot, amelynek gazdasága dinamikusan fejlődik. A dokumentumot a statútumra, illetve a hatásköri törvényre alapozták. Kidolgozásában 28 szakértő vett részt. A parlament ülésének közvetítését mától a siketek és hallássérültek is figyelemmel kísérhetik, ugyanis jeltolmácsot alkalmaztak.